Rendőrök biztosították a szekszárdi újvárosi temető környékét a március 8-án brutálisan meggyilkolt 6 éves kislány temetése alatt. A gyászszertartásra rengetegen mentek el, a környéken az összes parkoló autókkal telt meg. Egyházi szertartással vettek búcsút a szerettei és a család ismerősei Leonettától. A kislány fehér koporsóját több százan kísérték el utolsó útjára a ravatalozótól a sírhelyig. Hosszú percekig tartott az utolsó út. A családot láthatóan borzalmasan megviselte a brutális gyilkosság. A lányapját többször is oldalról kellett egy másik férfinak megtámasztani, mert sírás közben megrogyott. Miután a koporsót leengedték a sírba, a hozzátartozók fehér lufikat engedtek az égbe. A lány apró sírhelyét a szertartás végére teljesen beborították a hatalmas koszorúk és a virágok. A 6 éves Leonetta rokonai közül sokan a róla készült képeket helyeztek a sírra. A kislányt március 8-án a saját 19 éves unokatestvére ölte meg. Legalább 6 alkalommal csapott a fejére egy eddig ismeretlen tárgyal. A férfit még aznap elfogták a rendőrök, azóta börtönben van.